Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Hétvégi szerelmi jóslás április 4-éig. Péntek. A felül látható kártyán van egy gyűrű. Ennek több jelentése van. Ez lehet egy szerződés megkötése. Itt lesz mozgás, ahogy ez a lovas férfi mutatja, a nehézségek ellenére, amire ez a hegy utal. Amit még ez a gyűrű jelent, hogy valami vagy valaki visszatér a múltból, és itt lesz mozgás, azon kívül ez a lovas férfi utalhat egy férfire a múltból, akinek nehézségei vannak, de visszatér hozzád. Amit még a gyűrű jelenthet, egy eljegyzés vagy házasság tervezése, de az is lehet, hogy van egy nagy szerelem, és ez a férfi még házas, vannak nehézségei, amire ez a hegy utal. Ez a lovas férfi szimbolizál mozgást is, ez lehet egy utazás, vagy autó, vagy sport, de itt még vannak nehézségek, vagy korlátozások, amire a hegy utal. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a csillagképek. A pénteki napon van egy harmonikus kapcsolat a nap és a hold között. Ez segít abban, hogy megtartsuk a belső egyensúlyunkat. Vénusz bolygó szintén egy jó kapcsolatban áll a holddal. Ez kihat ránk, hölgyekre, ez jót tesz nekünk, és megvan arra a lehetőség, hogy érzelmekről beszéljünk, vagy mások kimutatják az érzelmeket. Ez kellemes, szép és harmonikus. Mars és Vénusz, a férfi és a nő, ami kihat a szerelmi élet területére, egész hétvégén egy szép és harmonikus kapcsolatban áll. És most megtekintjük, mi várható a szombati napon. Ez a koporsó ott fent. Utalhat természetesen egy örökösödési ügyre is. De a kártyáknak szimbolikus jelentése is van, és ez a kártya arra utal, hogy ti befejeztek valamit, vagy lezártok valamit, és lesz egy új kezdet. Ez egy javulás, mert a hajó a reményeknek a kártyája. És itt most oda érkeztetek ehhez a kereszteződéshez, amire az utak a harmadik kártya utal. És itt elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. De a hajó azt jelenti, itt jobbra fordul valami. Amit még a hajó jelenthet, ezek utazások, külföldi kapcsolatok. De ez az utazás lehet egy belső út is. Amit még az utak, a harmadik kép jelenthet, hogy itt fontos döntések lesznek. Mert itt felteszitek a kérdést, hogyan tovább, milyen irányba. Ez a kártya jelentheti azt is, hogy az élet utak kereszteződnek, és itt lesznek fontos kapcsolatok, lehet külföldi kapcsolat is. És most megtekintjük azt, hogy mi várható a hétvégén, és mit üzennek a csillagok. Mars bolygó utal a mi erőnkre, és ez nálunk hölgyeknél is megvan, és mutatja azt, hogy tudjuk óvni, védeni magunkat,
vagy hova fektessük be az erőnket. Mars bolygó, ez egy férfias energia, tehát mutatja a férfiakat is. Mars bolygó elérte a felfele mozgó hold csomót, Ráhút. Ez egy kármikus csomó, és mutat egy új irányt, egy új életterületet, vagy egy kiutat. Pontosan azt, amit a férfiak most keresnek. Az lehet egy munkahelyi változás, változások a párkapcsolat területén, vagy egy helyi változás, keresnek valamiből egy kiutat. De ez ránk hölgyekre is hat, és most feltehetjük a kérdést, hogy hova fektessük be az erőnket, ez lesz egy új életterület. Ennek kellene lennie, ahogy ez a kiút, ez a kármikus csomó számunkra közöl. A madarak nem csak a tavasz kezdetét szimbolizálják, hanem utalnak beszélgetésekre. Tehát lesz egy hír, amit ti megkaptok. A madarak alatt látható a hold. Az utal anyai érzelmekre, vagy az édesanyára, az lehet egy beszélgetés az anyukával, vagy egy család tervezése is. Amit a hold még szimbolizál, ezek az érzelmek, tehát beszélgetések érzelmekről. Amit még a hold jelent, hogy ti megkapjátok ezt a hírt, és legyetek inkább olyan visszahúzódóak. Amit én még mondanék ennél a kombinációnál, ha vannak titkaitok, akkor tartsátok meg azt magatoknak, ne beszéljetek róla. Ami még fontos, vasárnap, azt mutatja a lilium, itt tisztázódik valami. Vagy mutatja azt, hogy ti ártatlanok vagytok, de nem tudjátok bebizonyítani az ártatlanságotokat, tehát ne beszéljetek erről, mert ez nézeteltérésekhez vezetnek. Ami még történhet, így vasárnap egy család alapítása, mert a hold utal anyai érzelmekre, egy kisbaba születésére is, és a lilium a lunomát kártyánál mutatja a szexuális kapcsolatot. És most megnézzük azt, hogy mit közölnek a csillagok velünk. A vasárnapi napon még mindig van egy jó kapcsolat Mars és Vénusz bolygó között. Ez szerencsét hoz a szerelmi élet területén. Viszont vasárnap félhold lesz, és az kihívásokra, belső feszültségekre utal. Hiányzik a könnyűség, és vasárnap történhetnek igazságtalanságok, de nem a párkapcsolat területén, hanem vagy a családi körben, vagy az ismerősöknél. És ez volt a hétvégi jóslásom, egy általános jóslás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!